Kaposvári Transzilvánia Filharmónia első koncertje ebben az évadban szeptember 27-én lesz az állandó karmesterünk Krisztián Mandyál vezényletével. Rémosz Azoicei hegedűművész lesz a vendégünk ez alkalommal, aki Sosztakovics és Brahms darabokat fog előadni. És hát ezzel egy picit vége is a klasszikus, szimfonikus zenének, mert rögtön az október 4-5-6-ára hívnám fel a figyelmet, amikor a kedves zene kedvelők, azok a Falumúzeumban találkozhatnak a zenekarral és a kórussal is természetesen, amikor a Clou Symphonic Experience keretein belül egy picit merészebb, vadabb, kevésbé hagyományos területekre kalandozunk, és hát ott kísérjük majd a Háráó Holográf, a Szubkárpát zenekarokat. Itt hívnám a figyelmet, hogy néhány koncert esetében majd az ifjúsági zenekarunk néhány jeles képviselőjével is találkozhatnak. Jó debüt ez nekik a közönség megismerésére. Aztán október 11 és 24-e között a hagyományosan megrendezésre kerülő zenei ősz komoly zenei fesztiválra invitáljuk majd a zenekedvelőket. Itt 15 koncert lesz egy pár napba bezsúfolva, és nem csak hagyományosan a már jól ismert Auditorium Maximumban, illetve a Zeneakadémián lesznek koncertek, hanem a város különböző pontjain egy kicsit kevésbé hagyományos, kevésbé klasszikus. Mondjam azt, hogy klasszikus környezetben egy picit kilépünk a mindennapok életébe, és hát egy picit a klasszikus zenétől is majd elkalandozunk, de hát én mindenkit arra biztatok, hogy kövessék a honlapunkon megjelenő és folyamatosan frissülő programot, és akkor majd a jegyvásárlás is a hagyományos keretek között zajlik, akár online, akár a jegypénztárunkban. Itt szeretnék még annyit elmondani, hogy a tavalyi évhez képest az áraink változatlanok, viszont ahhoz, hogy a nyugdíjas, a diákkedvezményeket igénybe vegyék, azokat csak a jegypénztárba személyesen a megfelelő dokumentumok bemutatásával lehet lesz majd igénybe venni. Természetesen a különböző koncertekre online, a már megszokott módon bármikor vásárolhatók teljes áru jegyek. A weboldal az, ahol jegyek vásárolhatók, ahol a koncertek tematikája megtekinthető, az a Filharmonia Transilvania.ro.